Sziasztok, Isten hozott benneteket! Olyan jó látni, hogy sok új arc van itt más gyülekezetekből. Örülünk, hogy itt vagytok velünk a Golgotában. És én Németh János vagyok, itt a központi Golgotának a lelkipásztora. Csak bemutatkoznék azoknak, akik esetleg nem ismernek. És amiért ezt az estét megszerveztük, az a következő volt, hogy úgy vettem észre, hogy az egyházba így különböző időintervallumokban bejönnek ezek a tanítások, különböző lelki ajándékokról, vagy a szellemi harcról, és ezt is most így elkezdtük érezni, hogy egyre több ilyen tanítás jön be démonizáltságról, démonűzésről, és sajnos űzik onnan is a démonokat, ahol igazából semmi nincsen. És szerettem volna azt, hogy egy kicsit ezt így helyre rakjuk a fejekben, és elkezdjük megérteni, hogy ez honnan jön, meg mi ez, és hogyha tenni is kell valamit, akkor hogyan kell helyesen tenni. Úgyhogy ezért hívtam meg dr. Szalai Andrást, vagy lehet, hogy csak a doktor nélkül ismeritek, Szalai András, az Apologia Kutatóközpont vezetőjét, és ő neki lesz most egy előadás, és aztán jövő héten még egy előadás. Jól mondtam, Andris, egyébként. Oké, köszönöm szépen. Lesz még egy előadás, ez arról fog szólni igazán, körülbelül egy olyan 50 perc, 1 óra, vagy 45 perc, 50 perces előadás lesz, és aztán pedig lehet kérdéseket feltenni, úgyhogy arra szeretnélek benneteket kérni, hogy készítsétek elő így a telefonotokat, vagy jegyzettömböt, tollat, és ha az előadás közben bármilyen kérdésetek van, akkor ezt jegyezzétek le, mert utána fel lehet ezt majd tenni. Az egész előadás fel lesz véve, tehát onnan majd a YouTube-ról el lehet érni tőlünk, de a kérdések már nem, szóval ettől így ne féljetek, bármilyen kérdéssel bátran elő lehet majd hozakodni. A kérésünk az ezzel kapcsolatban annyi, hogy legyetek kedvesek a mai témához ragaszkodni a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát ne olyan kérdéseket tegyetek fel, ami egyébként eszedbe jut a témával kapcsolatban, de semmi köze nem volt ahhoz, amit ma András mondott. Ne felejtjétek el, hogy most is lesz egy előadás, és még lesz jövő héten is, tehát eléggé ki fogja tárgyalni ezt a témát. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, most itt nézek körül, azt hiszem, mindent elmondtam, ami szükséges, illetve a kérdéseknek is egy bizonyos ideje lesz, tehát szabott ideje van, úgyhogy majd András egy idő után fogja mondani, hogy mára ennyi, és tovább nem tudunk menni. Úgyhogy kérlek, hogy ezt vegyétek figyelembe, illetve, hogyha lehetséges, akkor a mobilokat halkítsátok le most, jó? És fogadjuk szeretettel, akkor András, gyere, légy szíves! Szervusztok, akkor jó estét kívánok én is mindenkinek, és hát köszönöm az érdeklődéseteket, ami nyilván a témának szól, mert más témákról órákig tudok beszélni, csak senkit nem érdekel, de ez valahogy többeket. A feleségem mondta, és inkább vámpírregényeket írnék, és akkor mint apologetikai tanulmányokat, meg ilyesmi. Oké, viccet félretéve. Tehát a ma estének akkor az lenne a programja, hogy kb. 50 perc, 1 óra az előadás, és egy ugyanilyen lesz jövő héten. Nagy az anyag, és majd csak a feléig jutunk. Jó? Úgyhogy tudom, nem szép tőlem, de kérném a türelmeteket, hogy bizonyos témákat a jövő órára, jövő hétre halasszunk. Jó, és azokkal majd akkor foglalkozunk. Jó, szerintem a mai napra is, ami van, az is bőven elég lesz. Tehát a szellemi harc igazából a téma. Az, ami fölment a Facebookon, az a... Igen, Jani mondja, hogy nagyon jó volt ez a hirdetés, oké, akkor inkább nem kommentelem. Jó. Tehát amiről én beszélnék, az inkább a szellemi harc. A témakör, amit hát szeretnék áttekinteni, mert rájöttem, hogy egyszerűen ilyen nagy merítés kell ahhoz, hogy a témáról az ember tényleg bármit tudjon gondolni. Tehát a kultúra és a teológia viszonya, a kortárs kihívások, ami egyáltalán a témához, hogy állunk ma hozzá,
milyen reakciók vannak az egyház a világra, az egyházon belül egymásra, milyen világképi háttere van ennek a témának. Itt pedig a bibliai, az apokrif és a mitológiai adatokra kell építenünk, ezeket szeretném majd áttekinteni. Aztán a nyelvészeti adatok, hogy egyáltalán miről beszélünk. Mert ezek a héber, arám, görög kifejezések, amik ott vannak a Biblia eredeti szövegeiben, és aztán vannak hagyományosan fordított kifejezések a Bibliáinkban, és akkor az emberből próbál valamit összerakni. Tehát ideig fogunk már eljutni, hogy miről is van szó egyáltalán. Okay? Mit értettek démon alatt a görögök, és így tovább, és így tovább. És akkor jövő héten térnénk át arról, hogy ez az egész mit jelent az új szövetségben, eljutunk oda, Krisztus győzelme mit hozott az egyes ember és a közösség számára, a harcunk egyénileg, közösségként, egészen konkrétan mit mond az új szövetség, és mi az, amit nem. Tehát itt majd egyes tipikusan a magyar szakirodalomban is megjelent szövegben, amiket találtam, ami egyszerűen nem állja maga helyét, tehát lesz egy pár ilyen fordítási probléma, amire utalni kell, és akkor látjuk, hogy összeáll a kép. Tehát ezekről lesz szó, illetve végül a határkeresés, hogy hol van a határ tulajdonképpen a mentális és a spirituális jelenségek között. Tehát azt hiszem ez a legnehezebb, aztán végképp, tehát én is specialista vagyok, és azért specialistákat keresek. Tehát látjátok itt a mitológiától, a nyelvészeten át, a pszichológiáig egy nagyon nagy témát ölelek fel, mert én magam mennyire ilyen szinten szerettem volna az egészet átlátni. Ebből remélem, hogy nektek is egy csomó dolog azért hasznos lesz. És akkor kezdjük talán itt, hogy egyrészt ugye van ez a kulturális változás, ugye a felvilágosodás óta, ami itt a nyugaton, ami gondolkodásunkra hat, ami elindult, a tudományos fejlődés, aztán a természettudományos világkép, aminek az eredményeképpen valahogy a természet feletti, mint olyan, valahogy kezdett kiszorulni az élet területeiről, és egy egészen új világkép alakult ki, de mondom, az Európa az utóbbi 200 évben, illetve a nyugati társadalom. És ez persze kiváltott egy reakciót, ugye a II. Világháború után, egyfajta romantikus miszticizmust, spiritizmus, spiritualizmus, aztán a New Age mozgalom, aztán az is eltűnt, és egy malatt ez a populáris ezoterika. Amiben aztán már végén minden katyvasz, és az égvilágon minden együtt van, és végül Hollywood is meglovagolta a témát, az ördögüdözőtől a szellemírtókig, és így tovább. Tehát még Hollywood is meglovagolta a témát, és valahogy visszatér ez az egész téma, de olyan nagyon fura, nagyon kérdőjeles, nagyon bizarr formában sokszor. Aztán persze az egész hatott a teológiára is, persze mindig két irányban, a balansz az mindig valahogy kileng. Egyfelől a természet feletti, a liberális, szabadelvű teológiában az valahol már a mitosz, a folklór, a naivitás, az emberiség gyermekkora területére lett lökve, és akkor Jézus ördögüzései kvázi folklór, vagy nem is tudom, valami ilyesmi. Tehát úgy tűnik, hogy mintha az egyik hozzáállás, a tudományosság az hitetlenséghez vezetne, vagy ehhez a témához egy ilyen hitetlen hozzáállása. Tehát ez az egyik oldal, a másik pedig megint csak az ellenreakció, ahol a természet feletti pedig szinte kötelező, és mindenképpen valami fura, nagyon sok esetben bizarr jelenségként már el van várva. Tehát mintha a karizmák, a karizmatikusság az egyenlő lenne az esztelenséggel. Nyilván sem a tudomány nem egyenlő, a Biblia tudomány nem egyenlő a hitetlenséggel, nyilván a karizmatikusság sem egyenlő az esztelenséggel, de látunk ilyen szélsőségeket, ilyen megnyilvánulásokat. Ez csak egy vicces gyülekezeti tábla az USA-ból. Nagyon hívogató. Okay. Aztán a kérdőjeleink ugye kezdenek kilógni a fejünkből, ha eddig nem. Ugye látjuk ezeket a filmeket, ha megnéztük, ugye az Exorcist, ugye az ördögűző, minden idők talán egyik legfilmetesebb filmje, bár aki készítette, az sose látott igazi ördögűzést, egészen most a 2000-valahányas évben, amikor elment Gabriele Amort atyához, a vatikáni exorcistához, erről még lesz szó. Aztán látjuk ugye a Fallen sorozat, a Nephilim, ugye ezek a bukott angyalok, akik félig emberek, félig angyalok,
meg valami ilyesmi, és akkor mindenféle love story-kat Hollywood összerak ebből az egészből. Tehát ennek is egy óriási, hogy mondjam, irodalma, és a filmipar nagy jelentős része foglalkozik ezzel. Egymás után jönnek ezek a sorozatok. Szegény bukott angyalok, akik beleszeretnek a lányokba. Szegény lányok, hozzátehetjük. Oké. Aztán a témával való foglalkozás, hát olyan valaki rettenetesen komolyan veszi, van, aki meg igyekszik viccet csinálni belőle. Tehát a Ghostbusters, ugye a Szellemírtók volt egy ilyen. Ugye amikor a démoni jelenség, meg ilyesmi, az mint valamiféle a pszichés eredetű entitások, amik így a pszichikus energiáinkból, az emberek nem szeretik egymást, meg mérgesek, meg minden bajuk van, ebből így összetömörülnek valahogy, és akkor a végén ott állnak egy ilyen kis ötödusztályú, önjáró rém, és hasonló ilyen fantazmák, ilyen jelenések, amiket megfelelő kütyűvel ki lehet nyírni. Oké? Okay? Tehát pszichés jelenségek, amiket kütyűvel lelövünk, tehát mondom a vicces, feldolgozása is van a témának. Ez is átmutat a köztöbbe. És ha megnézem, csak amit a kutatóközpontban így begyűjtögettem, végigolvasgattam, ez a magyar szakirodalom erről a témáról. Hát itt is aztán sok mindent talál az ember, ami nyilván komolyan lett leírva, de hát azért sok kérdőjelt váltanak ki. Ezekről ma direkt nem beszélnék, jó, mert inkább ez a problémák lényegéről a jövő órán. Tehát lényeg az, hogy, ja igen, és aztán végül az egyházban is, az egyház bizonyos részeiben vannak a témával kapcsolatban hozzáállás, komoly teológia. Ugye például ugye a Gabriele Amort atya, aki nemrég halt meg, azt hiszem 2016-ban, aki ugye a Vatikán, tehát a római egyházmegye hivatalos ördögűzője volt, exorcistája, és ugye olvasgattam tőle, meg róla, így kb. 70 000 ördögűzést csinált, vagy legalábbis szertartást, exorcizmus, de azt mondja, csak minden századik volt valóságos. Tehát ugye, tehát azért a exorcisták nemzetközi szövetsége, mert igenis van, nem vagyok tagja, tehát ők is azért igyekeznek nyilván a pszichológiai, szociálpszichológiai, neurológiai és egyéb kutatásokat igénybe venni, amikor ez az egészhez hozzáállnak, miközben egy egyházi hagyomány, konkrétan például ugye a Római Katolikus Egyháznak a témával kapcsolatos tanítása, tehát hogy leírja a Gabriele Amort atya ugye azt, hogy a valódi exorcizmus közben, hogy hatásosnak találta Szűz Mária vagy II. János pápa közbenjárását, tehát hogy ezért sikerült, vagy jobban sikerült, vagy gyorsabban sikerült az eset, a megoldást. Tehát, hogy mondjam, nyilván megvannak a saját. Az egyház bizonyos részeiben vannak gondolati keretek, eszmei keretek, amivel az egészhez hozzáállunk. Egy egészen más, és akár hosszú hagyományokra tekintenek vissza. Egy másik véglet ugye Torben, mindig elfejtem, hogy Dán vagy Norvég, teljesen mindegy. Tehát, hogy ilyen egészen új jelensége, 2000 éve ilyet soha senki nem csinált, hogy akit éppen megkeresztel és jön ki a vízből, és mindenhol ugye az lenne, hogy újjászületett Isten gyermeke, stb. Megkeresztelt emberből, amikor jön ki a vízből, akkor kezd el belőle ördögöt űzni. Oké? Okay? Tehát ez is ugye, nem tudom, szempont-e, nekem szempont, hogy ilyesmi valaha eszébe jutott-e bárkinek az egyházban, és ennek nincsen semmiféle nyoma. Tehát vannak ilyen új jelenségek, amik egyes emberek számára ilyen, hogy milyen bizonyos lelkiségi körökben elfogadottak, vannak olyan, hogy mondjam, nagyobb egyházi hagyományok a témával, amik próbál kezelni jelenséget, és hát nyilván olyan egyházak is vannak, amik az egészet tagadják, tehát hogy az egész csak pszichológia, csak lélektan, nálunk ilyesmi nincs, nem volt, nem lesz. Oké, tehát nagyon sokféle hozzáállással találkozunk. Ez a helyzet, és ebben nem könnyű eligazodni. Pláne, hogy az ember olvas valamit, lát valamit, YouTube-on, a saját gyülekezetében történik valami, ő maga átél dolgokat, és akkor az ember ugye fogja a Bibliát, próbálja elővenni, átnézni, hogy mi van a szövegben, hallgat tanítókat, olvas, amihez hozzáfér, magyarul vagy idegen nyelven, de nagyon nem könnyű. Jó, tehát én sem úgy állok most itt előttetek, hogy na most meg azt mondom a frankót, vagy valami ilyesmi, csak elmondom azt, hogy mi az, amire jutottam, saját személyes élményeim, sok ember, aki járt nálam, és ilyesmiket átéltek, talán az ő tapasztalataikból leszűrhető tanulságok,
Itt nyilván látjátok a mitológiától a sumér, ugariti, héber, arám, mit tudom, ilyen nyelvészeti specialisták, mint a Michael Heiser, akinek például az anyagára azért sokat építek, mert úgy láttam, hogy megbízható, vállalható ismereteket közöl. Tehát inkább szeretném, ha ti is elgondolkodnátok úgy, hogy most így valahogy próbáljuk áttekinteni ezt az egész témát, jó? És nem csak így felelkesíteni most mindenkit, hogy menjünk, üzzünk ördögöt, vagy felejtsük el a témát, jó? Tehát most valahogy én nekem is van arra igényem, hogy mi az, amit tudhatunk, mi az, amit ki lehet mondani, és remélem ebben tudok majd nektek is segíteni. Az egésznek a világképi hátterével érdemes kezdeni. Maguk a láthatatlan lények, mint olyan, a bibliai apokrif és a mitológiai forrásokban mit találunk? Az érdekes, hogy egyetemes emberi tapasztalat. Az, hogy van láthatatlan világ, és hogy ennek vannak lényei, amelyek vagy jó, vagy rossz indulatúak. És az ember nyilván a jó indulatúakat igyekszik lekenyerezni, áldozni nekik, kérni tőlük valamit, és adni nekik cserébe valamit. A rossz indulatúaktól meg fél, menekül, segítségül hív egy másik láthatatlan lényt, vagy próbálja valahogy kordában tartani, akár kontrollálni ezeket az erőket, erről szól a mágia, a varázslás, stb. A bibliai világkép ezen túlmenően arról szól, hogy Isten mindennek a teremtője. Tehát a látható és láthatatlan világ, és ezeknek a lényeinek is a teremtője, és ura is. Ugyanakkor a láthatatlan világ lakói közül is, tehát az ő láthatatlan, számunkra láthatatlan teremtményi közül is voltak, amelyek föllázadtak, ugyanúgy, ahogy az ember. Tehát ez a bibliai világképnek a sajátsága az egyetemes emberi tapasztalaton túl. Aztán ugye az 1 Mózes 3-ban, ugye a kertben látjuk, ugye először így megjelenik már rögtön ott a teremtés után a kígyó, ugye? Itt egyből egy szójáték van, ugye nahás, ez a kígyó, nahás, ez pedig a varázslás. A héberben ugye a magánzót nem írtak, tehát csak ez a három mással hangzó, úgy volt először a szövegben. Tehát egyből egy zsidó számára egyből ott van az, hogy kígyó és varázslás, mágia, ezek így egyből megjelentek a héber olvasó szeme előtt. Ugye nekünk az, hogy kígyó, az csak kígyó. Ugye a kígyó pedig ravasza volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott, és ugye megkísérti az embert, Istent féltékenységgel vádolja, és hazugsággal, tehát hogy nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő, és hogy hazudott nektek, és az embert pedig öntörvényűségre csábítja, ugye majd te tudod, azaz te döntöd el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye a jó és rossz tudásának fája az a tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez etikai öntörvényűség. Oké, egyszerűen öntörvényűség. Erre csábította az embert. És hát a kígyó, ugye a későbbi bibliai, aztán keresztény hagyományban, ugye maga a vádló, itt is a sátán szavunk, ez a sátán, ez egyszerűen a vádló, az ügyvéd. Bocsánat, az ügyész. Oké? Tehát a vádló az ügyész, a görög diabolosz az pedig, hát aki hozzád vág mindenfélét, nyilván a vádakról van megint csak szó. Jelenések 12:9-ben ugye olvassuk is, hogy és levettetett a hatalmas sárkány, ugye, a Dracon Megas, az ősi kígyó, Ophis Archaios, akit ördögnek, diabolosz, vagy sátánnak, szatánasznak hívnak. És ugye megtéveszti az ember az egész földkerekséget, levetettet a földre, és vele angyalai, ugye, tehát a hírnökei is. Na most, hogy mikor lett azzá, ami, erről igazából nincsen bibliai adatunk. Elmélet sok van, de hogy már a kert, ugye a Gán Éden a kert előtt már ezzé vált, vagy éppen itt látjuk azt, hogy itt válik azzá, ami, és a későbbiekben is ezt a tevékenységet folytatja, ezt így konkrétan a Biblia nem árulja, mint a puzzleből sokféle elméletet össze szoktak rakni. Egy kicsit ugrunk, pár fejezeten, akkor jöttünk az 1 Mózes 6-ra, hogy mi is történt az özönvíz előtt, és itt ezt olvassuk, első verstől, történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és lányaik születtek, látták az Isten fiak,
Bnei Elohim, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vettek közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Ekkor azt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő, vagy ideje 120 esztendő, hogy most az életkorról van szó, vagy a Noé az özönvízig 120 esztendő, ezen vitatkoznak a értelmezők. Mi most megyünk tovább. Abban az időben, amikor az Isten fiak, ugye Bnei Elohim, bementek az emberek leányaihoz, vagy hát szó szerint belementek az emberek leányaiba, tehát nem lánykérésről van szó, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt még azután is óriások, nefilim, éltek a földön. Ők voltak az ősidők nagy hírű vitézei, a héroszok. Ja. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasult a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy ember teremtett, aztán jön az özönvész. Okay? Tehát szellemi lények földi humán lényekkel egyesülnek, és ennek lesz eredménye. Most ezek az istenfiak, ez a Bnei Elohim, ezek tulajdonképpen angyalok, ugye, Malakim, vannak szövegek, amelyekben ugyanarról van szó, és hol ezzel hozzá illeti, tehát ezt tudjuk, hogy ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, csak az angyal az egy foglalkozási leírás, vagy hát tevékenység leírás. Egyszerűen hírnököt jelent. Tehát olyan vannak olyan istenfiak, akiket hírnökül használ Isten, ezeket nevezzük angeloi, vagy malakim, angyalok, azaz hírnökök. Okay? Tehát ez inkább a tevékenységük, nem a lényük kategóriája. Most ez az érdekes, hogy az Új Szövetségben a 2 Péter 2:4, meg a Júdás 6:7 utal olyasmire, amire magára van a Bibliában nem nagyon találunk semmit. Nem véletlen, hogy aztán ugye látjuk, az Énok első könyvéhez kell nyúlnunk. Tehát a 2 Péter 2:4, mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Vagy hát kicsit pontosítva a fordítást, bilincsekben, a sötét mélységbe taszítva, a Tartaroszba, a görög mitológiából, aki ismeri, tehát a mélységbe taszítva, tartarizálva, a Tartaroszban tartja őket az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Noét, és itt van, és itt van. És a Júdás 6:7, és azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, uralmát, uralmi területét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Most, hogy itt konkrétan miről beszél Júdás és Péter, ez így magából a Bibliából nem nagyon derül ki, apokrif forrásokból viszont, igen, és ugye ez a visszautalás erre az 1 Mózes 6-ra, tehát ezekre az angyali lényekre, akik emberi, tehát nők után vágytak, és idegen testre vágytak, tehát más kategória, a lét egy más kategória, egy angyal, meg egy emberi lény, és aztán a gyerekeik lettek, ugye ezek az óriások, és utább, és aztán sötétségben vannak tartva az ítéletig. Most ezek az apokrif források, egész konkrétan a Júdás idézi a Énok első könyvét, hogy ez mi? Ez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK-ja kiadta az Ószövetségi Apokrifek első kötetét, a Henok könyvei, mondjuk magyarul mondjuk inkább Énok, ami ennek a Krisztus előtti kb. 3. században keletkezett szöveg, valószínűleg eredetileg arámul, az első században már valószínűleg volt görög fordítása, mert Júdás idézi, aztán a 4. században lett az etióp, és ma igazából az etióp a legteljesebb verziója. Tehát ez egy ilyen apokaliptikus mű, ami valahol pont az 1 Mózes 6-ban történteket magyarázza, vagy fejti ki, hogy ott valójában mi történt. Ez végre egy normális fordítás, tehát komoly tudósok fordították a szöveget, és egy szövegkritikai kiadás, tehát végjegyzetelve van, mert különben nagyon nehezen lehetne érteni a szöveget. Oké? Tehát a nefél ezoterikus kiadványokat felejtsük el, végre van egy normális fordítása és magyarázat ennek az ókori szövegnek. Tehát ez egy apokrif, a mai bibliai kánon tekintve sose volt a kánon része, de nagyon hatott a zsidó közgondolkodásra. Okay? Igen. Lényeg az, hogy itt van ez a judási mondat, a 14. vers,
Ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól, tehát profétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntesse minden istentelent, minden istentelenségére, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromra szóért, melyet istentelen bűnösökként el ne szóltak. Ez a Énok első fejezet 9. versében így hangzik, és íme 10 000 szentje élén közeledik, hogy ítéletet mondjon feletjük, hogy elpusztítsa az istenteleneket, és hogy perbe fogjon minden testet, tehát minden élvényt, mindazért, amit bűnösök és istentelenek tettek és elkövettek ellene, mármint Isten ellen. Oké? Okay? Tehát egyértelmű idézetről van szó. Mi ennek az egésznek a lényeg, és itt az Énok első könyvének az első 16 fejezete, ami leginkább érdekel minket. Egy 108 fejezet a teljes szöveg, de most az első 16, ami minket érdekel. Mi ennek az egésznek a lényege? Miről szól ez a sztori? Hogy egészíti ki az 1 Mózes 6-ot? Ugye vannak ezek a bizonyos virrasztók, vagy őrzők, az angyalok, akik ugye sose alszanak, tehát állandóan virrasztanak őrzők. Jó, ez az arám szövegben, az Irin, ez a nevek. Ugyanez megjelenik ez a szó, Dánielben angyalokat jelent. Akik ugye megkívánták az emberek leányait, és Hermon csúcsán leszálltak. Szövetséget kötöttek egymással, kb. 200-an, és hogy együtt csinálják, és akkor volt az, hogy ugye leszálltak, és ugye bementek az emberek, hát nem lányaihoz, hanem lányaiba, nem tudom, hogy mondjam, tehát egyszerűen gyerekeket csináltak. Ezek a gyerekek lettek az óriások, okay? Akiket ugye az arám szó nafila, az óriást jelent, a héber változat többes számban ez a nefilim, ugye ez az, ami most megy a Hollywoodban is, a görög fordítása az gigantes, tehát egyszerűen óriásokat jelent a szó, és szoktak mindenféle jönni, ugye náfa, lige, ami hullani, leesni, és ezért bukottak, lehullottak, vagy ilyesmi, az másképp hangzana, okay? Tehát a nefilim az a nafila, az óriás jelentésű héber, vagy arám szónak a héber többes számú változata. Ami túl azon, hogy tehát egy illegitim kapcsolatról van szó angyali lények és emberi lények között, ráadásul, ugye Énok könyve szerint, az embereket megtanították mindenféle dologra, ami megint csak illegitim volt. Tehát az ómenek, az asztrológia jellegértékelése, akkor a gyógynövények, hanem egy gyökerek vágása, veszek mágiához valahogy, hogy hogyan alkalmazzanak növényi összetevőket, aztán a fegyverkovácsolás, és mindez rettenetes sok szenvedést okozott az emberek világába, tehát tanítottak titkokat az embereknek, de meg is rontották őket. És aztán jönnek angyalok, és mennek az Úrhoz, hogy hát látod, de mi történik, igen, és akkor elküldi angyalait, és ítél az Úr. Az emberekre ugye jön az özönvíz, tehát ugyanez, mint a bibliai szöveg. Az angyalok, ezek az istenfiak, sötétben láncra velve tartva várják a végítélet tüzét. Tehát amit Péter levele, 2 Péter 2, meg a Judás levél visszautal. Az óriások egymás kezétől pusztulnak el, és testetlen szellemeik lesznek aztán a gonosz szellemek, tehát meghalnak ugye fizikailag, és az ő szellemükből lesznek a gonosz démonok, ez a Shedim, erről majd még lesz szó. És hogy vannak túlélő utódaik, ugye, tehát a 4 Mózes 13:33-ban emlékeztek, amikor a zsidó kémek bemennek Kánoánba, és ugye ki vannak akadva, hogy itt ilyen nagy, óriás, szálfa termetű figurák vannak, és ezektől félünk, és nem akarunk bemenni, mert ki tudja, mi lesz. Ez így hangzik, ugye a nép, amit ott látunk, csupa szálas, de az azt jelenti, hogy hosszú, tehát hosszú emberekből áll, és ott látunk ott óriásokat, nefilim, Anák óriás fiait, és ez a héber, ez a héberben ez a Bönianák minha nefilim, tehát Anák fiai a nefilimektől, akik a nefilimek leszármazottai. Tehát, hogy vannak túlélő leszármazottaik a vízözön ellenére, és itt persze jön az, hogy ebben a hagyományban, meg hát volt ilyen zsidó hagyomány is, az, hogy a vízözön az nem globális volt, hanem regionális. Tehát egy nagy területen regionális özönvíz, de voltak, akik túlélték ezt az egészet, különben valóban a régészeti ásatások az egész mezopotámiai területen iszonyú nagy árvizekről tanúskodnak, ilyen 6 méteres iszaptenger rétegek, meg ilyesmi. Tehát ha ezt az értelmezést vesszük,
hogy nem az olám, az egész világra szólt az özönvíz, hanem ami az héber szövegben van, az árec, tehát a föld, a terület, az ország, az, amit elöntött, akkor nem csoda, hogy ezek túlélték. Ami érdekes, és itt megint utalnék a Michael Heisernek a tanulmányaira, hogy amikor a zsidók aztán bevonulnak Izraelbe, és hogy tudjátok, van ez a, ahogy ma szokták mondani, a kánoáni genocidium, ez a kánoáni népirtás, meg ilyesmi, ez nem egyszerűen népirtásról volt szó, nem arról volt szó, hogy mi ide bevonulunk, és aki itt van, az agy meghal vagy elmegy, hanem kifejezetten olyan városoknak mentek neki Józsuéjék, amelyekben, tehát a kánaáni herem, ez a tabusítás, vagy pusztulásnak átadás, ezt jelenti a szó, ennek a célpontjai olyan városok voltak, ahol Anák fiai laktak. És ezeknek sok nevük van, nehéz is összerakni, ez a Anakim, nem az Anakin Skywalker, Anakim, okay? Zamzummim, Refaim, még a Refaim ez ráadásul a holtak árnyainak is a nevei, tehát több néven is szerepelnek, de ezek mind Nefilim leszármazottak. Azok a városok, amelyekben laktak Nefilim klánok, tehát ilyen Anák lákánok, na ezek voltak a zsidó, a bevonuló zsidók a honfoglalásban a célpontok. Tehát például az 5 Mózes 9.1. Halld meg Izrael, a mai napon átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és elfogad nálad nagyobb és erősebb népek birtokát, nagy városokat égben nyúló erődítményekkel, nagy és szálas népét, az anákiakét, akiket magad is ismersz, és akikről ezt hallottad, kiállhatna meg Anák fiai előtt. Vagy a Józsué 11.21, már később. Abban az időben elment Józsué, és kipusztította az anákiakat a hegyvidékről, Hebronból, Debírből, Annából, minden innen Júda és Izrael hegyvidékéről. Városaikkal együtt kiirtotta őket Józsué. Nem maradtak az anákiak fiaiból Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gádban és Asdódban maradtak meg. Tehát még mindig maradtak, és ezért van, aztán később találkozunk egy 5 könyök magas egyiptomi, meg Úg, Básán királya, és Góliát, ugye, aki a leghíresebb, ugye Dávid ellenfele. Tehát ezért volt még mindig, bizonyos környékeken még mindig voltak ilyen nagy darab fickók. Tehát tök érdekes, hogy a kánaáni herem, tehát ez a pusztításnak való átadás célpontjai nem egyszerűen a kánaániak voltak, tehát ez nem genocidium, hanem ilyen az ő gondolkodásuk számára ilyen nem csak emberi lényeknek a kiirtásáról volt szó. Tehát Nefilim leszármazottak. Egy másik érdekes dolog, hogy még jobban összeálljon a kép, vagy bonyolítjon, attól függ, hogy nézzük. Itt a Mózes 11-hez eljutunk, ugye a Bábel után mi történt? Ez is nagyon érdekes, tehát számomra itt is egy csomó új dolog volt. Az, hogy ugye ott van ugye a legfelsőbb Isten, él Eljón, ez ilyen magasságos vagy fenségesnek szoktuk fordítani, de ez a legmagasabb Isten. Tehát aki az Istennek fölött van, ő van a legmagasabban, fölötte nincs senki, oké? Ez a szó, ez szerint ez Eljón. Tehát a legfelsőbb Isten, él Eljón, megvonta a népek határait térben és időben, és aztán az Isten fiakra, angyali lényekre bízta a népeket. A 5 Mózes 32-t olvasnám mondjuk a 7. verstől. Emlékezz az ősidőkre, gondolj csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli a közötted élő véneket, ők majd igazolják. Mikor a felséges, él Eljón, ugye, kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, tehát mindenki más nyelvet beszélt, és létrejöttek a népek. Népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját, területeit, kik annyian vannak, mint Izrael fiai, akkor az ő népe maradt az Úr része, Jákob lett az ő kimélt öröksége. Mi a probléma? Az, hogy a mai héber szövegnél, a Biblia hebraikánál a régebbi szöveg, például a kumráni szövegben nem, mint Izrael fiai. Tehát nem annyi nép létezik, és nem annyi terület létezik, és nem annyi, igen, ahány Izrael fiai, ami anakronizmus, mert akkor még sehol nem voltak Izrael fiai, és kicsit kevesen lennének ahhoz, hanem a kumráni szövegben az, hogy a Bnei Elohim, tehát mint az Isten fiak, a Szeptuaginta is, tehát a héber ószövetség ógörög fordítása, az is Krisztus előtti 3. század, tehát ezek régebbi fordítások és szövegek, mint a mai, ma ismert héber szöveg, ebben az van, hogy angeloi. Tehát népekre osztva az emberek fiait, amikor kijelölte a nemzetek hazáját, kik annyian vannak, mint az Isten fiak, mint az angyalok. Tehát, hogy a népek
őket rábízta az Isten fiakra, és ebből következik egy csomó minden, ami első látás olyan fura az egész Bibliánkban, ez a népek, istenek és területek összefüggései. Tehát ebben az időben tényleg egy adott nép, egy adott város, meg volt a maga istenei, azzal vonultak csatába, ha ők nyertek, akkor a másik népnek, városnak az isteneit, a bálványait azt szépen elpusztították, tehát annak az istenek a kultusza is megszűnt. Tehát ezek nem pusztán városállamok, meg népek közötti háborúk voltak, hanem istenek közötti háborúk is. És ennek teljesen tudatában voltak, ez volt a természetes. Megnézzünk néhány ilyen szöveget, hogy még jobban lássuk. Azt mondja, 5 Mózes 4-7, hogy lássuk az összefüggést. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak, hogy igazságos rendelkezései, amelyeket én adok elétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra, mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben, a tűz közepéből. Tehát amikor a ti istenetek megjelent, ugye ott a tűz közepében ti nem láttatok alakot. Ezért nehogy elfajuljatok, ne készítsetek magatoknak bálványszobrot, semminek a képmására. És aztán sorolja, hogy férfi vagy nő, állatok, madarak, csúszómászók, halak formájára. És ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég minden seregét, el ne tántorodj, ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert azokat az ég alatt levő összes többi népnek hagyta meg Istened az Úr. Tehát ez nagyon érdekes egy vallástörténeti szempontból, hogy amit látunk az egész bolygón, a különböző népek vallásai, alapvetően politeista vallásokról van szó, sok istenhívő vallások, amelyek mind tisztelnek természeti erőket, természeti tárgyakat, mindent, amitől az életük függ. Most lehet ez a Nílus, vagy egy hegy, az ég és a föld, a nap és a hold, a hajnal és a nem tudom micsoda, de teljesen mindegy, kelták, görögök, egészen Indiáig, természeti jelenségek, természeti tárgyak, illetve társadalmi erők vannak megistenítve, illetve ezeket tisztelik istenként, istennőként, istencsáldokba, stb. És még egy dolog, hogy az ég seregei, különösen a nap, a hold és a csillagok, ezek sorshatalmak voltak. Lásd asztrológia. Tehát ezek úgy tekintettek, hogy sorshatalmak. Babilon asztrálkultuszra épült. Csillagkultuszra. Tehát ezért nem volt szabad leborulni a zsidóknak a csillagok, meg a nap, meg a hold előtt, mert ezek ugye ott van a teremtés könyvében az élete istenüket, hogy világítsanak, és hogy az ünnepeket, időpontokat lehessen szabni. Tehát ha úgy tetszik, fizikai funkciójuk van, ami nagyon materialista hozzáállás volt az ókorban, mondom, ilyen csillagkultuszos kultúrák közepette. Bár azért ugye emlékszünk a Máté 2-ben, mert ugye jönnek a csillagot látva a mágusok, ugye keletről, meg a jelenések, azt hiszem 12-ben ott van a szűz, ugye a szűz csillagkép, a Virgó, ugye a napban álló, napba öltözött asszony. Ez asztrál teológia, nagyon komoly csillagászati teológiai üzenete, most nem tudunk belemenni, de hogyha egyszer Isten teremtette ezeket a tárgyakat, az ő változásaikat is felhasználja, fel tudja használni jelként. Ez is teljesen evidens volt. Pál még a római levélben is utal erre most sajnos nincs időnk, de mondom, tök érdekes. Nézzük tovább még ez a terület, egy isteni területre példákat, mondjuk a Bírák 11-ben. Igen. Ugye Jefte levelezik az ammóniakkal, ugye nem akarják átengedni a zsidókat, hogy átmennek csak úgy a területüket, nem hiszik, hogy ezek csak úgy átmennek, biztos mégis akarnak hódítani minket. Ezt többen eljátszották velük, pórul is jártak. És akkor Jefte így levelezik az ammónik uralkodóval, hogy azért, ha az Úr Izrael Istenem maga űzte ki az emóriakat, népe Izraelről, te akarod ezt birtokba venni? Nem úgy vele, hogy amit birtokulodott neked a te Istened, Kemós, az a te birtokod. Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi Istenünk az Úr, Jahve, űzött ki előlünk. Tehát ez egy teljesen evidens dolog volt, hogy neked ott van az Istened, Kemós, ezt a területet ő adta nektek, nőszínűkünk viszont itt van Jahve, aki meg egy csomó mindent, most itt ugye a megígért földre bevisz minket. Vagy az 1 Sámuel 26, ugye Dávid védekezik az őt üldöző Saul előtt. Azt mondja, hogy mit jelent neki az, hogy száműzték? Ez azt jelenti, hogy más istenek területére száműzik. És azt mondja, most azért hallgassa meg, Uram, királyom, szolgáljának szavát,
Mert elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, ugye Izrael és a földje. És ezt mondják, eredj, szolgálj más isteneknek. Tehát ha innen elmegy, és számozik Izraelből, akkor más isteneket fog szolgálni. Mert vagy a hely, és az Úr valahogy az ő fejükben ugye összetartozik. Ne hújjon azért vérem a földre az Úr színétől távol, idegenben. Ugye, mert ugye itt van az Úr, a Szent Sátor, templom, stb. Azt egy király 20. Ugye Izrael megverte Arámot, ez a történelmi háttér, de egy év múlva ugye Ben-Hadad újra támadott, és akkor Arám királynak ezt mondták a szolgái. Figyeljetek a pogány észjárást. Ezeknek az istene a hegyek istene. Azért voltak erősebbek nálunk, de ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Oké? Okay? Mert ez volt a normális, hogy mindegyik istenség, meg istennő valamelyik helynek, egy tónak, egy hegynek, egy völgynek, egy valaminek az istene. Annak az ura, úrnője. Az az ő területe. És ez nekik szokatlan volt, hogy ezek a zsidók istenek meg mindenhol megveri őket, hogy aztán történt is. Ugye, Izrael meg... Ja, bocsánat. Igen, és akkor 28-as vers. Akkor elépett az Isten ember, és ezt mondta Izrael királynak, így szól az Úr. Mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr, Jahve a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, ezért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom. És akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Tehát, hogy Jahve, Elohim, a legfelsőbb Isten, az összes fölött áll. És miután ő az egész ég és föld teremtője, ezért minden fölött ő az Úr. Ez az, pont ez, ami hiányzott a politeista, sok isten hívő rendszerekből. Hogy az ő istenek, isteneik valamilyen tájnak, területnek, valamilyen jelenségnek az Isten az ura volt, de nem volt egy olyan se, amelyik mindennek az ura, aki mindenek teremtője. Mert maguk az istenek a teremtett világ részei. A nap, a hold, a tavasz, az éjszaka, a szerelem, a háború, stb. De hogy van valaki, aki az egészet teremtette, és ezért Úr minden fölött, ez teljesen új volt nekik. Vagy nézzük meg a Naamán történet, ugye kettő királyok ötben, ugye megmerikezett nagy nehezen végre a Jordánban, meg is gyógyult, visszatért kíséretével, és azt mondja, most már tudom, nincsen máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadja el ajándékot szolgálta. És akkor persze nem akarja, hogy Isten ember elfogadni az ajándékot, de azt mondja, ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár őszvére elbír, mert nem készít többé szolgált, sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Tehát izraeli földet visz haza, hogy azon mutasson be áldozatot Jahvének, a zsidók istenének, és csak még azt az egyból dolgot bocsássa meg az Úrat a szolgálnak, hogy amikor az Uram bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, tehát hogy amikor bemegy az öreg király, és rá támaszkodik, és leborul Rimmón előtt, akkor ő is hagy boruljon le, ezt bocsássa meg neki Isten. De mondom, visz, izraeli földet visz haza, mert akkor az már ugye az ő gondolkodásában Jahve területe, és akkor őt ott imádhatja. Aztán a Salamon templom szentelő imája. 2 Krónika 6.32. És még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről, te nagy nevedért, erős kezedért, kinyújtott karadért, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet. Tehát, hogy ha a világ végéről eljön valaki ide Izraelbe, és ott a jeruzsálemi templomban, ott kéri a zsidók istenét, hogy segítsen rajta, tehát onnan ide el kell jönni. Ha eljönnek ide, akkor kérlek, hallgass meg őket. Imádkozik Salamon. Más vallású emberek, vagy hát más külföldön élő, más népek közül származó emberek, akiknek mégis a zsidók istene valahogy ennyire fontos lesz. Vagy a 137. Zsoltár, ugye, zsidók Babilonban. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfák rakasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek körünk, és akik sanyargattak öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Megint csak. Vagy Dániel 10, és az utolsó. Ugye Dánielnek ugye megjelenik végre az angyal, és elmondja neki, hogy miért késett a válasz az imáira. Azt mondja neki az angyal, a perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig,
ugye, kicsit belelátunk a szellemvilágba. De Mikhail, ugye, Mikhail kicsoda olyan, mint Isten, az egyik legfőbb vezér, a hercegek egyike szó szerint, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a Perzsa birodalomban, de most megjöttem. Aztán 20. vers, azután így szólt az angyal, tudod, de miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és abból a harcból kikerülök, a görögök vezére közeledik. Következik. Tehát nem a perzsákkal harcol az angyol, meg a görögökkel, hanem ezek az országok fölött levő uralmakkal, hatalmakkal, amiket valahogy le kell küzdenie, mielőtt valami történik itt a látható világban. Erre majd visszatérnénk az új szövetségi részben, de erre majd emlékezzetek, mert fontos dolog, hogy Krisztus ezeket a fejedelmeket legyőzte, lefegyverezte. Pont. Tehát nekünk ma már ezekkel nem kell így harcolnunk, hogy annak idején. És különben sem a mi harcunkról szól a Biblia, hanem angyalok egymás közti csatározásáról. Okay? Csak zárójelben, de majd mondom, jó órán látjuk az új szövetséget. Oké, okay, mi volt Krisztus előtt? Látunk egyes szellemi hatalmak, uralmak, trónok, akik a népekkel rosszul bánnak. Nagyra vágyásukban, egyes királyok révén a népekre szenvedést hoznak. Ugye ezt látjuk Egyiptomban, ahol odaállnak ugye a zsidókat hát szépen lassan felszámolni. Aztán Babilon és Tírus, tehát az Ézsaiás 14 és az Ezekiel 28 fejezetben Babilon és Tírus uralkodója. Ezt a szöveget olvassuk, az érdekes, hogy egyszerre tűnik úgy, hogy egy emberről van szó, egy királyságról, és egy ember feletti lényről, és az ő ország feletti hatalmáról. És hogy most mely ez vagy az, a helyzet az, hogy mind a kettő. A kor gondolkodásában mind a kettő. Nem véletlenül minden egyes uralkodó család Istenektől származtatta magát. Nem véletlen. Oké, most ez akár valóságos, akár csak jól hangzik, ezt el lehet adni, jelölt magukat sokkal jobban adni. Teljesen mindegy, de ezekben azt látjuk, hogy igenis itt vannak uralkodók, akik mintha emberek lennének, vagy emberek, ugyanakkor mégis annál többek. És ezt a kettőt, ezt a feszültséget, ezt, ha nem bontjuk fel, akkor pontosan azt látjuk, ahogy a kor emberei gondolkodtak el az egészről, és maguk a proféták is. És hogy végül, és itt megint a Heisernek egy nagyon érdekes értelmezésére utalnék, ez a mennyei tanácsban, hogy Isten elítélte ezeket az uralmakat. A 82-es Zsoltár, ugye Ászáv Zsoltára, Isten, Elohim, ott áll az isteni közösségben, az isteni tanácsban, Beadat él, és ítéletet tart az istenek Elohim fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelent és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomrultnak és a szűkölködőnek, mentsétek meg a nincstelent és a szegény, ragadjátok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak, nem értenek semmit, sötétségbe járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, Elohim Atem, a fenséges fiai, Bni Eljon, tehát a legmagasabb Isten fiai, minnyájan, mégis meg fogtok halni, és nem mint közemberek, hanem mint emberek, és elhullottok, mint bármelyik főember, mint bármelyik herceg. És az utolsó végén, jaj Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged. Tehát ezt ma általában úgy értelmezik zsidó keresztény kommentátorok is, hogy egyszerűen Izrael bíráit ítéli el Isten, és hogy hát őket nevezte a legmagasabb Isten a fiainak, Jahve, valahol a bírákat. Ez is egy értelmezés, de ez a kései. A mai értelmezés eredetileg, tehát így, akik ennek ószövetségesek utána járogattak, tehát a legrégebbi értelmezés réteg az erről szólt, hogy ott az Istenek tanácsában, a mennyei udvartartásban, az Istenek között Isten fia között Isten felel és ítéletet tart. Azért, ahogy az emberekkel bántak. És érdekes dolog így a bibliai, ez a világkép, így tényleg, ha ez így, ezt így az ember valóságosnak tekinti, akkor érdemes, vagy érdekes dolog az emberiség történetére gondolni. Mondjuk a második világháború, tehát egy Hitler, egy Stalin, egy Pol Pot, bizonyos embereknek a töltése, ami aztán egy egész kontinensnyi embert és milliók és tízmilliók életére negatívan hat, hogy emögött tényleg pusztán szociális folyamatok állnak-e.
szociológiai folyamatok állnak-e, vagy időnk, vagy esetleg másról is szó van. Most csak úgy érdemes talán ezen elgondolkodni. A fogság utáni kor, tehát a babiloni fogság utáni korban ugyanis, ha egy zsidót megkérdeztek volna, hogy miért van ilyen sok baj a világban, akkor egyrészt biztos utalt volna Ádámra az emberi öntörvényűség. A másik viszont az Isten lázadó szellemi hatalmak gonoszsága, ami az ő világképünknek teljes szerves része volt. Nagyon érdekes dolog, a kollégám hívta fel rá figyelmemet Ádám, hogy az Ószövetségben nincsen ördögűzés. Látjuk Dávidot, aki próbál ilyen zeneterápiával hatni Saulra. Ugye a lányzsa az valahogy elárult, hogy nem működött a terápia, de a szellemi lát háború, hogy mi folyik, ez igazából a csatákban nyilvánvaló volt, amikor mentek az anák fiak ellen, meg egy másik nép ellen, akkor ott egyértelműen mindenki vitte a bálványait, az isteneit, csak ők nem. Ugye? Ez nekik félelmetes volt a különben a kortárs népeknek, a zsidóknak nincsen bálványok, nincsen egy látható kép az istenüknek, és azt mondják, hogy a mi istenünk az, aki ezt az egészet csinálta. Ez egy félelmetes volt így harcászati szempontból, meg egyáltalán. Okay? Tehát, de ugyanakkor a szellemi háború láthatatlan maradt, kivétel talán a 1 Sámuel 23, bocsánat, ez volt a Saul, ugye megszállt a rossz szám, és akkor 2 király 6, ugye Elizeus imádkozik, hogy a szolgája belelásson a szellemi világba. Uram, nyisd meg a szemét, hagyd lássam. Tehát, hogy ott ugye állnak a amóriak, vagy nem is tudom már kik voltak, rengeteg a kocsi, meg minden, meg harci szekér. Nyisd meg a szemét, hogy lássam. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Tehát ez csak belátott abba, hogy valójában mik az erőviszonyok a teljes valóságban. Illetve a Dániel 10, amiről már volt szó, ugye ez a Perzsia fejedelme, meg a Görögország fejedelme, meg ilyesmi. Amire várni kellett, az Isten királysága az, hogy Isten a népeket, a szellemi hatalmak, szellemi erők, angyali lények, istenfiak hatalma alól visszavonja, visszahozza megint a saját uralma alá, a saját családjába. Ez egy tök érdekes gondolat, és a Heisernek az egyik könyvének is ez a cím, ez a Reversing Hermon, tehát ez a Hermonnak a visszafordítása, hogy ez az egész özönvíz, aztán a Bábel, meg minden, hogy szétszórt az emberiséget, mindenféle szellemi erők Istenek uralma alá, hogy Krisztus evangéliumának ez is rész, hogy ezeket az erőket lefegyverezte Krisztus, és ezért most minden népet bevon Isten a saját családjába, visszahúz oda-vissza, ahova eredetileg tartoztak. De mondom, ehhez várni kellett ugye Isten királyságára, és ez, ami aztán eljött, emlékeztek, Jézust vádolják, hogy a Belzebub erejével ugye űz ki ördögöt, Belzebub segítségével, a Baal-Zebul, ez egy régi filiszteus isten, mindegy. Ha viszont én, tehát Jézus mondja, hogy nem, ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát Jézussal valami egészen új érkezett el, és az 1 János 3-ban is azt látjuk, hogy 1 János 3-5, azt pedig tudjátok, hogy ő, ugye Krisztus azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket. 8-as vers, ugye aki a bűn cselekszi az ördögtől, van a vádlótól, és az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva, azért jelent meg az Isten fia, már megint az, hogy miért jelent meg, hogy az ördög, a diabolosz, a vádló munkáit, művét lerontsa. Tehát érdekes, hogy azért, hogy elvegye a bűnöket, és hogy a vádló művét lerontsa. Tehát a bűnbocsánat és a vádló kiiktatása, ezért meg Isten fia ott János első levelében, mondom, ez a 5-ös meg a 8-as vers, tök érdekes. És akkor itt jönnek azok a nyelvészeti adatok, amire még szükségünk van, az, hogy értsük egyáltalán, miről beszélünk. Ugye egyrészt itt van ez a, talán már hallottátok ezt a szót, hogy Elohim, ugye, hogy Isten, és ez a szótár jelensége, megint csak nem. Ugye ott van, hogy Jahve Elohim, a héber szövegben ez Jahve Isten, ez Eloah, ugye ez jelent Istent, az Elohim az többes számú alak, és hogyha az ige is többes számban van, tehát hogy az Istenek ezt meg ezt csinálták, akkor nyilván az Istenek, így kell fordítani azt, hogy Elohim. De ha utána egyes számban áll az ige,
Tehát, hogy és Elohim ezt meg ezt csinálta, akkor itt az istenségről van szó. A többes számú alak az elvont fogalomképző funkciója is van a héberben. Oké? Tehát egyszerűen az istenség az Istenről van szó. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy az Elohim hol utal magára Istenre, és hol az istenekre a héber szövegben. A másik jelentése, hogy az Elohim, tehát az a pogány istenek, akik démonok, majd ezt még látjuk, azt ott vannak az istenfiak, Bini Elohim, akik ugye angyolok, Malakim, vagy az arámban az Irin. Aztán ott van az Elohim, mint egy elhunyt embernek a lelke, egészen konkrétan Sámuel, ugye az endori boszorkánynak, amikor látja, hogy jön fel egy figura, és egyszer csak megretten, ez nem a szokásos hókusz-fókusz, amit csinál, itt tényleg valami történik, és azt mondja, látok valakit feljönni, mint egy Elohimot. Tehát nem kísértetet lát, hanem mint egy Elohimon. A görög fordítás, ugye az a Septuagintában is Theos van, tehát mint egy Istent látnék feljönni. Mert az Elohim az nem egyszerűen Istent jelent, hanem túlvilágra tartozó lényt. És az, hogy ez egy ember elhunyt lelke, angyal, démon vagy maga Isten, ez teljesen mindegy, mindegyikre használja maga a héber szövegbe, ez az érdekes. Tehát egy általános fogalom szellemi lényekre, illetve lényegre a ruach, ez a másik, amit szellem, lélek, életerő, és szoktunk fordítani. Az Ószövetségben egyszer megjelenik, mint szent lélek, ugye, és szent lelkedet ne vonnak tőlem, tehát itt látjuk így egyszer a szent lélek, a ruach hakódás, és hát van a ruach rá, ugye, a rossz vagy gonosz szellem, amit például Istentől jel lett küldve, hogy Sault összezavarja, meg depressziózza, meg minden. Okay? Tehát ezek a fogalmak, mondom, az Elohim, az él Elohim, és a ruach, ami megjelenik. Itt még mondanám, hogy egyből, tudjátok, ez a szellem, meg lélek című vita, meg ilyesmi, erről majd visszatérünk a magyar szavaknál. Ami egész Mezopotámiában ismert volt, és jó, hogy miről beszélünk, ilyen szárnyas bikaként ábrázolt óvó, ártó és áldozatot követelő szellemek, na ezek voltak a bizonyos sédú a akkád szövegben. Ez a séd a héberben, többes száma a sedim. Ez, ami a 106. Zsoltárban így jelenik meg, 106-37, és feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek. Ugye, sedim. Az 5-32-16 idegen istenekkel, vagy hát szó szerint idegen furcsaságokkal, idegenekkel tették féltékenyé, utálatosságokkal bosszantották őt, mármint Isten, szellemeknek áldoztak, sedém, nem Istennek, nem Éloaknak, Istennek, hanem isteneknek, tehát a pogány isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik nemrég jöttek, akiket még nem féltek atyáik. Tehát, hogy ezek a pogány istenek, akik most megint ott vannak, a kultuszaik megjelenek Izraelbe, ezek valójában, ezek sedim, az Elohim sedim, ezek az istenek démonok. Oké? Okay? Bár most is egy görög szót használok erre, de ezek ilyen szellemi lények. Aztán egy másik, amit látunk aztán Pál apostol is azt mondja, hogy 1 Korintus 10-20, sőt, inkább azt mondja, hogy a pogányok áldozak, ugye a pogányok, ugye nincs a Bibliában, a népek, etnoi, a népek áldoznak, az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Ugye ez a hentes boltban a Isteneknek feláldozott kaját odavitték, és akkor most megvegye egy keresztény, vagy ne vegye a hentesnél az áldozati húsit, ugye ez volt a kérdés. Vagy az 1 Korintus 12, ugye, hogy a Pálnak tisztáznia kell, hogy a karizmák mögött a Szentlélek áll. A lelki ajándékokra nézve, testvére, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma boálványokhoz. Ezért tudtotok rá, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Tehát, hogy tudják, ez a kultúra, amiből jöttek, hogy rengeteg istenség van, és rengeteg szellemi lény, meg minden, de onnan tudják, hogy egy kóser, tehát tényleg a Szentlélek ihlet valakit, hogy Krisztust urának vallja. Mert a Szentlélek Krisztus lelke. Oké? Tehát erre mutat rá így Pál apostol. Mondom ezzel a háttérrel. Aztán az Ézsaiás 34-ben még vannak ilyen pusztai vadak, szellemek, ugye Lilit, egy ilyen éjjeli gyermekeket faló, ilyen női szörny, meg démon. De ezek azt átmentek a mai ezoterikában is, ott vannak. Hát, egy pusztai démon a fordításunkban, ott pihen meg a boszorkány, Lilit, ott áll magának nyugóhelyet. Hát ezeket így egészen konkrétan azonosítani, hát így izzadnak vele a bibliatudósok, meghagyjuk nekik.
A görög kifejezések, kitartás, ez tök érdekes, hogy, tehát, hogy maguk a görögök mit gondoltak, amikor azt a szót hallották, hogy daimon vagy daimonia. Ugye a görög vallásban a tisztelet tárgya volt az istenek, az olimposzi istenek, ugye Theoi, aztán voltak a daimonok, és aztán a héroszok. Herakles és az összes több, ezek a félisteni, harmadist részben isten, stb. Figurák. Most a daimon az egész Új Szövetségben egyszer fordul elő. Ugye a Máté 8.31-ben a gadaraiból beszélő daimon, ugye egy többes számba fordul elő, ezért azt kérték tőle az ördögök, hogy daimon ez, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Tehát itt fordul elő. Most a daimon a görög vallásosságban mi volt? Egyfelől az istenek akaratát közvetítő, a választott sorsot felügyelő szellem, vagy a lelkiismeret, vagy egy valamelyik görög istenségre is használták. Miről van szó? Görögök szerint volt az embernek egy előléte, tehát még mielőtt a földi élete előtt volt egy előlét, ahol ilyen mindenféle cserepekről egy sorsot választott magának. És amikor átmegy a feledés fájtlán, aztán megszületik el a világba, és jön vele az a daimon, ami egész életében elkíséri, és az egész életét úgy, a sorsát úgy alakítja, hogy a választott sorstól ne térhessen el. Okay? Tehát az ő fejükben a daimon és az emberi sorsa az teljesen összekapcsolódott. Tehát, hogy a választott sorsot felügyelő szellem volt a daimon. Aztán a daimonion, tehát a daimoni lény, tulajdonképpen egy ilyen melyeknél vigenévi alak, ez is hol isteni lény, a Theionnak egy szinonimája. Például az Apcsel 17-18-ban, ugye Pál apostol, igen, a görögök vallásosságáról. Igen. Mások azt mondták, hogy a Pálról, hogy idegen istenségek Xenon Daimonion hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Azt hitték, ez két külön isten. De az, hogy jön Jézussal, és hogy Isten, ez nekik egy ilyen daimonion, egy ilyen isteni lény kategória volt. Az Új Szövetségben viszont a gonosz szellem kategória, és a legtöbb, mondom, az egy Máté 8 kivételével, mindenhol daimonion van a görögben. Érdemes volt megnézni ezt az ógörög szótárba, hogy hogy használták ezt a hétköznapi nyelven. Ott a daimonios, ami azt jelenti, hogy isteni. Hát ez valami emberfeletti. Tehát ilyen teljesen nem vallásos használatban is. Emberfeletti, csodálatos, rendkívüli. Oké? Tehát ez nem démoni, a mai magyar értelmünkkel, hanem ez egy ilyen, tudjátok, az Isten akaratát, választott sorsot, felügyelő szellem, ez a isteni emberfeletti, csodálatos, rendkívüli. Vagy jeles férfiúi megszólítottak, már nem emlékszem, melyik görög költő valakit, daimonia andron. Az andron az a férfiú, és a daimonia az pedig nem az, hogy démoni férfi, hanem jeles férfiú. Mert hogy nagyszerű, rendkívüli, valami ilyesmi. Vagy hogyha valakivel valami baj történt, daimonia fogták a fejüket, ó, te szerencsétlen. Tehát mi a sorsodban valami olyan vasom, ami történt az életedben, ami mögött egy ilyen sorshatalom áll. Oké? Aztán a daimonios, ugye, mert a határozó szó, isteni végzésből, vagy különös módon valami történt, olyan valami nagyon különös módon történt, akkor emögött már daimon van. Vagy a daimonikus, hogy Istenektől megszállott, vagy valaki, vagy Istenektől küldött valami, valamiféle ajándék, vagy ami történt fel, hát ezt az Istenek küldték, ez egy daimonikus dolog. Ezt az Isten tisztelet, a Deiszi Daimonia ebben is benne van, ez vagy Isten tisztelet, vagy babonaság. Tehát amikor, igen, amikor Festus beszél Pál ügyéről, ugye Agrippa királynak, azt mondja, valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, a maguk Deiszi Daimoniájáról. Most, hogy aztán mire gondol Festus, hogy hát a zsidó babonás vallásossága, vagy egyszerűen a vallásosság, az Isten tisztelete, itt ezt nem tudjuk eldönteni, mind a kettőt jelentheti. Igen. Aztán az, hogy valaki szerencsés vagy szerencsétlen, erre is azt mondták, hogy eudaimónia vagy kakodaimónia van. Tehát, hogy jó daimónia van, vagy kakosz, ugye rossz, tehát valami rossz daimónia van, de ez is a sorssal függött össze. Tehát, hogy szerencsés vagy szerencsétlen állapot. Viszont az Új Szövetségben is megtaláljuk a daimoniódészt, ami azt jelenti, hogy démoni természetű vagy démoni eredetű. Tehát a Jakab 3, ugye irigykedés, viszálkodás és zűrzóval, hát az nem valódi bölcsesség. Azt mondja, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi testi és ördögi, tehát daimoniódész
démoni természetű vagy eredetű. Tehát az a bölcsesség, ami őszálkodáshoz, irítséghez, stb. Vezet, ami ott abban a gyülekezetben volt. Aztán az 1 Timóteus 4.1, ugye a lélek, top pneuma, pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre, pneuma szint planois, tulajdonképpen téveítő, tévútra vezető lelkekre. Tehát ugye, tudjátok, a planéta, a bolygó, ami bolyong, és a plané, ugye az a bolygó, vagy a bolyongás, tévegés, tehát téveítő, tévútra vezető lelkekre, szellemekre hallgatnak, és ördögi tanításokra, didaskalias daimonion, tehát szó szerint démonok tanításaira hallgatnak. De ezért elhagyják a hitet. Tehát ezt látjuk az Újszövetségben. És akkor volt ez a daimonizomai szó, ami eredetileg azt jelenti, hogy Istentől uraltként viselkedik valaki. Tehát úgy viselkedik egy görög, egy hős, mint akit megszállt valamelyik görög isten. Okay? Vagy valamelyik isten közvetítő szellemi lény, aki most a sorsát a kezébe szív, vagy a mederbe tartja, és ennek megfelelít most nem akármit művel. Vagy pozitív, vagy negatív hatással. És hogy múlt az idő, egyre inkább a negatív hatás jelenik meg a szövegben, hogy bajokat szenved, aki démonizált, és ez a szöveg, amit a Bibliánk, az Újszövetség használ arra, hogy démonizált valaki, megszállottként hagyományosan fordítják, hogy bajokat szenved, hogy fel van zaklatva, és ez a negatív értelem az, amiben az Újszövetség használja. És hát az, hogy ugye daimonion ekhely, hogy démonja van, de ez, amit Keresztelő Jánosra és Jézusra használnak az Újszövetségben, ugye Jézusról ördög van benned, Keresztelő Jánosról, Jézusról kétszer. Amit látunk az ördögűzés, tehát hogy erre a fogalomra így visszatérve, az azt látjuk, hogy vagy egy, vagy több pneumát, vagy daimoniont űznek ki. A kiűzés szava az ekballó, azt jelenti, hogy kidobni, kiűzni az áldozatból, Jézus Krisztus nevében, parancsszóval, hogy menjen ki, és ne menjen vissza. Oké? Tehát ezeket az adatokat találjuk ezekben a szövegben, amiket odaírtam. Ugye a gadarai esete, sok megszállottat ugye vittek Jézushoz, ő pedig szóval űzte ki a, hát nem a tisztátlan lelkeket, a lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Hát itt is, akik rosszul voltak, akik betegek, akik nyomorultak voltak. Tehát nem pusztán nem beteget gyógyított, hanem akik, ez a kakuszekontesz, tehát akiknek rosszul voltak, betegek voltak, nyomorultó voltak, és még egy démonotóval szabadulás után, hát talán nem is csoda. Ugye, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, erőtlenségünket ő vette, a betegségeinket ő hordozta. Szerintem ezekre majd visszaérhetünk, hogy gondolkozom, melyik az, amelyik itt érdekes lehet nekünk. Igen, a Lukács 10-ben, ugye, amikor visszatérnek a tanítványai, mert Jézus egészen rendkívüli módon azt a hatalmát megosztotta a tanítványaival. És akkor ők kimennek a 72 és visszatérnek, és még a Kajta Daimonia, még az ördög is, ugye, engedelmeskednek nekünk, a te nevedre. És akkor Jézus azt mondja, láttam a sátánt villámként leesni az égből, így már hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, hogy a kígyó, skorpió, ez mindezek ilyen sivatagi ártalmas lények, tehát a démonokkal így asszociálták az embereket, gonosz erőkkel, és hogy az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. Ugye, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Aztán egy tök érdekes az Abcsel 16, amikor ugye, igen, azt mondja, Abcsel 16-16, történt egyszer, amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány, Paidiszki, egy kislány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, egészen konkrétan pneumata pythona. Az Apollón szentélyében, a Delfoi Jósdában ott volt a python, és a python az egy ilyen kígyószerű lény volt, amit jövendőmondásra használtak a görög kultúrában. Tehát egy python szellem volt a kislányban, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdájának, és követte Pált, és akkor meg őket, és ott kiáltozott, hogy ezek az emberek a magasságos Isten, Theos Hypsistos, azaz Ilelion, a legmagasabb Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek.
Hát abszolút igaz, amit mond, csak rossz forrásból származik a dolog. Ez ezt több napon át művelte, Pált ez bosszantotta, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom, parancsoló utasít, rendelkezik Jézus nevé, neked Jézus nevében, hogy menj ki belőle. És még abban az órában kiment, és ugye még nem volt percbeosztás, tehát rövid időn belül ki is ment belőle. Tehát tök érdekes, végezhetjük az egész hűszövetségben, hogy aki démonizált, most ezt a szót használva, az nincs magánál, sose hozzá beszélnek, tehát ő nem megy el lelki gondozásra, úgy értsük, aki valóban démonizált, ő nem megy lelki gondozásra, hanem kívülről segítenek neki, mások kívülről történik a szabadulás, nem is hozzá beszélnek, hanem az őt betöltő, az ő életét megnyomorító, őt használó szellemi lénynek parancsolnak, akár Jézus, akár apostolai Krisztus nevében. Igen, és még egy sztori az Apcsel 19, tényleg a végére érve, hogy az efezusi zsidó exorcisták. Ugye, Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket, könnyeket is elvitték a betegekhez. A gonosz lelkek ugye kimentek a betegekből. Erre vándorló zsidó ördögűzők, itt van az exorcistész szó, ugye, aki eskütétet és esküvel kényszerít valakit valamire. Maga ez a szó ezt jelenti. Orkizó, kényszerítelek, ugye exorcistész, tehát aki esküvel kényszerít valakit valamire. Tehát zsidó vándorló ördögűzők is megkísérelték néhányan, a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk, ugye orkizó, kényszerítelek titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Oké? Tehát ugye ők nem voltak keresztények, hanem arra a Jézusra, akit Pál hirdet, ugye kényszerítünk. Ez Kéva nevű zsidó főpap hétfő is ezt tette, a gonosz lélek azonban visszafelelt. És ezt mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok. Oké? Tehát ez nem úgy megy, hogy van egy formula, amit ettől kezdve feltöltünk az internetre, és akkor mindenki szabadon használhatja, és mint a kupon beírja, bepincsögi, és akkor megy az üzlet, meg ilyesmi. Ez nyilván nem erről van szó. És tudomásra jutott ez minden, és akkor ugye, és összeveri ugye ezeket a figurákat, és ezt mindenki megtudta Efezusban, úgyhogy félelem szállta meg minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét, és magát Jézust. Magát az Úr Jézust azért, hogy van szabadulás, de azért azok segíthetnek ebben, akik számára Jézus tényleg Úr az életükben, és nem csak úgy használják a nevét. Tehát ezt nem lehet használni a nevet, mert a név az ő maga. És végül, tényleg a végén vagyunk, ez a pneuma szó, ugye többes szám pneumata, ez ami lélek vagy szellem, ugye lehet Isten lelke, szelleme, angyalra úgy használja az ő szövetség démonra, egyszer emberi lélekként is megjelenik, amikor Jézus megjelenik az zárt ajtók mögött, és azt hiszik, hogy kísértet, ugye az apostolok azt hiszik, hogy kísértet, és akkor Jézus elmagyarázza nekik, hogy hát nem, és különben is elmagyarázza nekik a szellemeknek, ugye nincsen csontjuk, meg nincsen húsuk, és adjatok valamit enni. Tehát ha odanyújtják neki, akkor ez nem esik le, hanem a kezében marad, és aztán eszik velük. Tehát Jézus föltámadott létformája az, ami egészen más kategória, mint amihez szoktak, hogy vannak a szellemek, meg ilyesmi, és van az ember. És még egy érdekes dolog, ez a fantaszma szó, vagy fantaszma, hogy mi mondanak, ez jelenés, vagy egy kísértet, de inkább a jelenést jelent a szó. Ezt pedig akkor használják Jézusra, amikor ugye a tengeren jár, és kísértetnek nézik. Ugye meglátták, hogy tengeren, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak ugye az apostolok. Ez a Márk 6, meg a Máté 14-ben. Ezek után itt vannak a magyar kifejezéseink, a magyar bibliafordításaink, és totál zavaros az egész. Tehát nem csak, hogy nem áll össze. Tehát a démon szó, ez a szó a magyar bibliafordításban, a revidált újfordításban, az Ézsaiás 13.21-ben, 34.14-ben fordul elő. Tehát nem az egyetlen hely, hogy Máté 8, ahol valóban a daimon szó áll az evangéliumokban, hanem így fordítják,
két ószövetségi részt. Jó, mondjuk lehet mondani, hogy szellem, démon, oké. A Szent István társulat elterjedt katolikus fordítás pedig a 106. Zsoltárban, hogy démonoknak áldozták, és a Lukács 4.33-ban, meg a Jelenések 9.20-ban használja a démon szót. Tehát a fordításai nem nagyon használják. Most az ördög szó, ennek nem tudjuk az eredetét. Tehát ez is egy olyan, néztem etimológiai szótárban, fogalmam is nincs, hogy mit jelent az ördög szó magyarul. Vagy a diabolos, tehát a vádló, vagy pedig a daimonion, tehát a, mondanánk a démon-szerű lény, fordításaként használják. Csak az, sokszor így elvész az a jelentés, hogy még talpalatnyi helyet se adjatok a vádlónak. Tehát amikor egy gyülekezetben arról van szó, hogy meg kéne egymásnak bocsátani, ha nem bocsátanak meg, teret adnak. Szó szerint, a vádlónak. Oké? Okay? Tehát ezt majd látjuk kívülrán, ezeket veszük végig, ezeket a szöveket, hogy hol mi van, tehát ezzel így valahogy elvész a szavak jelentése. És hát ugye általában sátán van, ahol szatanász van, de néha a diaboloszt is így fordítják. Aztán ott van ez a kifejezésünk, hogy megszáll, ugye az Úr lelke, amikor az Úr lelke száll meg valakit, ugye a magyar fordításban, ugye Ruach Jahve, Pneumakrió. Ott van Sámsont, itt is ez a héber igaz, a cálak, ez tulajdonképpen ilyen ráront, vagy átjárja, tehát Sámsont átjárta az Úr lelke. Ugye a Septuaginta, a görög fordítás, meg hogy kontrollálja, irányítja, vezeti, elkezdte kontrollálni Sámsont, ugye, hogy nagy dolgokat csináljon. Aztán Saul esetében is ez a cála hige van, itt a görög mást használ, a görög fordítás, inkább ott a megrohanta az Úr lelke, és amikor Dávidra is ugyanezt használják, de amikor Sault az Úrtól küldött rossz szellem viszont megrémítette, a görög folytás szerint, ide ez a pnigú ige, nyakon ragadta, a lélegzetét megakasztott. Tehát ezt látták, és ezt így írták le, tehát hogy megrémítette, ilyen ez a rossz szellem, vagy hát nyakon ragadta, a lélegzetét megakasztott. Oké? Tehát meg csak egy képi, amit átélt, annak a képi leírását látjuk, amikor megszállja Isten egy lelke, úgymond, vagy hát megrohanja, vagy ráront, vagy átjárja, kontrollálja, vagy hát így megrémíti ugye a Saul esetében az Úr lelke, és amikor viszont egyértelműen démonizátról van szó, akkor pedig mindig azt látjuk, hogy ez az ember nincs magánál. Tehát a gadarai a tökéletes példa, meg ez a kislány, aki ott mondja a magáét, tehát nincs magánál segítségre, kívülről szorul segítségre. És akkor ezek lennek a nyelvtani, az egész mitológiai háttér, meg a bibliai háttér, világképi háttér, meg a szavak, amiken, hát így, amiket tiszteletben kéne tartanunk, amikor az egész témáról gondolkodunk. És akkor jövő órán, vagy jövő, bocsánat, folytatnánk az, hogy mit jelent Krisztus győzelme, és egészen konkrétan, hogy jelenik meg a világban és az egyházban a gonosz, a vádló, az ellenség, stb. Stb. Oké? Okay?